Megújult Vállalj temploma, közel 50 millió forintból szépült meg a több mint 100 éves épület. Logisztikai központ Szakolyban, a raktárépületben azok az eszközök kapnak helyet, amelyeket a görög katolikus szeretett szolgálat jótékony célokra fordít. Fontos az ellenőrzés, társasházaknak kötelező, családi házak tulajdonosainak viszont kérni kell a kazánok és kémények átvizsgálását a katasztrófa védelemtől. Új padokat kapott, és az orgonája is megújult a Vállalji Római Katolikus templomnak az elmúlt időszakban. A több 10 millió forintos fejlesztés részeként a plébániát is felújították. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az átadóval egybekötött búcsún az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, Kárpát-medence szerte közel 2000 templom újul meg, szolgálva a helyi közösségeket. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye egyik legnagyobb templom a magasodik Vállalj központjában. Ritka, hogy hétköznap zsúfolásig megtelik hívőkkel, szerdán azonban sokan érkeztek ide, nem csak helyből, hanem más településekről is. Aznap tartották a hagyományos Szent Vendel napi búcsút. Ennek keretében adták át azokat a fejlesztéseket, amelyek a közelmúltban valósultak meg. Közel 50 millió forintból újult meg a templom, és a mellette lévő plébánia az elmúlt években. 2018-ban volt 100 éves a templomunk, amit méltóképpen megünnepeltünk, és a templomunk szépségét úgy tudjuk megtartani, ha folyamatos karbantartás és fejlesztésen megy át. A most átadandó fejlesztések, azok a templomban új padoknak az építése, felújítása, az orgonának a felújítása, illetve a plébániának szinte egy komplett, teljes generál felújítása. A tetőszerkezet cserétől kezdve a bővítésen keresztül nagyon sok minden fért ebbe bele. Általában a vidéket, általában azokat az embereket, akiket megszólaltak, őket segítsük egy kicsit, és valamilyen módon rákatoljuk. A Szent Mise végén mondott beszédében az egyházügyi államtitkár hangsúlyozta, Vállalj és Szatmár más települései is megszenvedték Trianont és a 20. század más korszakait. Ezeket a nehézségeiket is szeretnék kárpótolni, azzal, hogy segítik közösségi tereik, így például templomaik megújítását. A Kárpát-medencében közel 26 milliárd forintból 1800 templom öltözhet új köntösbe a Magyar Templom felújítási programnak köszönhetően, mondta a televíziónak adott interjújában Soltész Miklós. Én hiszem azt, hogy ezek a támogatások, ezek a segítségek a helyben maradást, az itt élést segítik, adott esetben a falusi csókon keresztül a fiataloknak a megmaradását és helyben maradását, és hiszem azt, hogy bár a nagyváros élet nagyon szükséges, ez nem is kérdés, tehát szükség van mondjuk Nyíregyháza arra, mint egy hatalmas nagy központi helyre itt a térségben, de másik oldalról legalább olyan fontos, hogy a kis településekben a helyben maradás is garantálva legyen, ez szolgálja, ez a sok-sok segítség. Az esemény keretében díszpolgári címeket is átadtak, és megemlékeztek a Málenki robotra, a településről elhurcolt több mint 200 emberről is. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészség Nyíregyháza Bocskai út 4 szám alatti épületében és valamennyi járási ügyészségen a járványhelyzet miatt a személyes ügyfélfogadás október 21-től csütörtöktől további intézkedésig szünetel. Az ügyfelek ugyanakkor beadványaikat postán, e-mailben, ügyfélkapon keresztül, illetve az ügyészségi épület bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába bedobva juttathatják el a hatósághoz. Logisztikai központot adtak át Szakolyban. A raktárépületben felajánlásokból összegyűjtött eszközök kapnak helyet, amelyeket a Szent Lukács görög katolikus szeretett szolgálat jótékony célokra fordít. Soltész Miklós államtitkár az ünnepélyen kiemelte, az egyházak összefogásával minden eddiginél jelentősebb az országban a karitatív tevékenység. Ilyen autentikus otthonokban élnek a Szent Lukács görög katolikus integrált szolgáltató központ ellátottjai. Az egyház szociális intézménye jelenleg is közel 150 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos mindennapjait segíti. Az egyik ilyen lakóépület szomszédságában épült meg ez a logisztikai központ, ami a görög katolikusok egy másik tevékenységét, az adományozást segíti a jövőben. A csarnok olyan eszközök gyűjtőhelye, melyekkel a régióban élő rászoruló családokat segítik a későbbiekben.
Ez a hely kapta meg azt a lehetőséget, hogy akkor itt egyrészt a saját területből, másrészt vásárolt területből egy igen nagy Caritas raktárt építettünk ki. Ez meg azért kell, mert Caritas tevékenység is egyre fejlődött, és már nem, a kisebb raktárokban nem tudtuk elhelyezni a beérkező adományokat külföldről, vagy Magyarországról, jószándék adományozóktól, vagy szervezett módon gyűjtésből fakadó dolgoknak az elhelyezése egyre nehezebbé vált. Így aztán itt építettük fel ezt a nagy raktárt. Ez most egy Caritas raktár lesz, ahonnan nagyon sok felé fogjuk tudni elszállítani. Itt tudjuk fogadni a nagyobb tárgyakat is, akár bútorokat, vagy külföldről érkező nagyobb adományokat. Simon Miklós országgyűlési képviselő azt mondta, az egyház a rászorulók megsegítésében egy új, a korábbinál hatékonyabb rendszert hozott létre. Hozzátette, az adományozás és a segítségnyújtás különösen fontos az elmaradottabb térségekben, a mindennapok során azonban sokan nem értékelik kellőképpen ezt a tevékenységet. Természetessé válik a segítség, és ez egy nagyon jó dolog, de ugyanakkor legalább egy főhajtással, és most itt van az ideje a főhajtásnak, megköszönjük azoknak, akik segítettek. Úgyhogy a választókerület polgárai nevében köszönöm a segítségüket, és azt kívánom, hogy sok ilyen lehetőség álljon rendelkezésre, mert amikor segítség kell, akkor azt gyorsan kell adni, és ez a létesítmény képes arra, hogy gyorsan sok embernek segítséget nyújtson. Az ilyen logisztikai központok építése egyedülálló Európában. Erről már Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt. Mint mondta, az egyház által összefogott karitatív szervezetek pályázhattak ilyen létesítményekre, ami új szintre emeli az adományozás rendszerét. Ennek eredményeképpen országszerte 10 nagy csarnok épült, és tucatnyi olyan kisebb segítőpont valósult meg, amely óriási nagy változást jelentett a karitatív munkában. És mindez azért fontos, mert az egyházaink hatalmas nagy közfeladatot vállalnak el, és ezen a közfeladaton belül mind a karitatív munka, mind a szociális munka, mind az oktatás-nevelés óriási nagy lehetőség és feladat az emberek szolgálatára. És mi ezt szeretnénk segíteni, hogy mindaz a hatalmas nagy energia, ami az egyházakban benne van, a lelkiségében is benne van, azt amennyire lehet, hát ilyen épületeken keresztül segítsük és szolgáljuk mindezt. A karitatív tanács az utóbbi években 36 településen összesen 46 ehhez hasonló logisztikai központot hozott létre. A szakói raktárépületet 247 millió forintból építették fel, a kormány és az Európai Unió 200 millió forintos támogatásával. Társas házaknak kötelező, családi házak tulajdonosainak viszont kérni kell a kazánok és kémények ellenőrzését a katasztrófavédelemtől. Október 15-től elkezdődött a fűtési szezon, érdemes a beüzemelés előtt átvizsgáltatni szakemberrel a fűtési rendszert, mert a hibásan működő berendezések lakástüzet okozhatnak, vagy szénmonoxidot juttathatnak a lakótérbe, ami halálos lehet. Nagy mennyiségű kormot távolított el a szakember a színház egyik kéményéből. Ha ilyen komoly szennyeződés nem is jellemző a családi házaknál, a berendezés vagy a kémény működését bármi befolyásolhatja. Mond a 35 perc című műsorunkban a megyei katasztrófa védelem tűzoltósági főfelügyelője. A tüzelőfűtő berendezés az ott van, oda kapcsolódik a kémény, vagy ahogy mi hívjuk égés termék elvezető, tehát ez egy komplex rendszer. És a kémények vonatkozásában is, mondjuk nyári időszakban is történhettek olyan változások, amelyek befolyásolják a megfelelő működést. Gondoljunk arra, hogy beesett egy tégla, a vakolat leúhat, madarak költözhetnek be, madarak hoznak oda valamilyen külső tárgyat, eszközt, méhek költöztek be. Ezek mind-mind csökkenthetik a megfelelő működést, csökkenthetik a kürtő keresztmetszetet, a hatékony légáramlási viszonyokat, befolyásolva ezzel a kémény működését. Néhány éve már a katasztrófa védelem végzi a kémények és fűtőberendezések átvizsgálását. Fontos tudni, hogy csak a több lakásos társasházaknál kötelező az ellenőrzés. A családi házak esetében a tulajdonosoknak kell kérni a vizsgálatot a tűzoltóktól. Magánszemélyek vonatkozásában
erősen ajánlott az, hogy a kéményeket időszakonként szakemberrel ellenőriztessük. Komoly változás az, hogy magánszemélyek esetében a társasház, illetve az egyszemélyes, mondjuk úgy családi ház, egy lakásos épületek vonatkozásában húzni kell egy határt. A társasházak vonatkozásában megmaradt a hagyományos sormunka, kéményseprő érkezik, kiértesíti az ott lakót, jönnek, megcsinálják. Egy lakásos épületek esetében, családi házak vonatkozásában viszont a tulajdonos üzemeltetőnek kell fölkeresni a kéményseprőket. Ez több csatornán is lehetséges, mai világ, ugye e-mail, aztán telefon, de akár személyes kapcsolatfelvétel útján is, és akkor az egyeztetett időpontban történik meg majd a kémények ellenőrzése, tisztítása, hiszen több esetben lerakódhat olyan mennyiségű égéstermék a kémények falazatában, amely majd kéménytűzhöz is vezethet, és ezek tisztítása útján ez a probléma megoldható. A magánszemélyek a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon kérhetik az ingyenes szolgáltatást. Itt egyeztethetnek időpontot a szakemberekkel. Oszlopnak dőlve függőlegesen állt meg egy személyautó egy baleset következtében szerda délután Vargabokor közelében. A vezető nem tudta követni a kanyar ívét, 90 méteren keresztül sodródott, majd egy villanypóznának ütközött. A sofőr ki tudott szállni a kocsiból, őt a mentők a helyszíni ellátást követően kórházba szállították. Csíkszedési akciót hirdet a jövő héten a Nyíregyházi Zöld akciócsoport. A civilek az önkormányzattal közös együttműködésben üzennek hadat a város szennyező mérgező hulladéknak. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, a kampányra elsősorban 16 éven felülieket várnak, jelentkezni a szervezet közösségi oldalán és blogján keresztül is lehet majd. 4000 mérgező kémiai anyag található egyetlen eldobott csíkben. Az a tapasztalat, hogy ez az apró, ám annál veszélyesebb hulladék mindenütt jelen van az utcákon. Nem csak esztétikai problémát okoz ezek jelenléte. A keletkező csikkek kétharmada ugyanis a földbe, csatornába kerülve rendkívüli mértékben mérgezi a talajt, illetve ivóvízünket. A cigi csikkek okozta károkról a Nyíregyházi Zöld akciócsoport tartott tájékoztatót a városházán. A civilek szerint az egyik legfontosabb a valamennyi korosztályhoz szóló szemléletformálás. Szerintük az is szükségmegoldás lehet, ha a dohányzók úgynevezett zsebhamutálba helyezik a mérgező csikkeket. A tájékoztatón az önkormányzat támogatásával csíkszedési kampányt is hirdetett a szervezet. A Facebook oldalunkon, a Zöld Akciócsoport Nyíregyháza Facebook oldalon bárki megszemlélheti az akcióinkat, mindig ott jelenítjük meg, illetve most már, hogy olyan jó kapcsolatunk van az alpolgármester úrral, aki mögénk állt ebben a témában is, őt is értesíteni fogjuk, és valószínűleg, hogy az önkormányzati oldalakon is megjelennek ezek az akciók, amelyek jövő héten, hétfőtől vasárnapig fognak tartani. Itt lesznek olyanok, amikor intézményeket célzunk meg azzal, hogy jöjjenek a dolgozók, illetve az idősebb diákok, most itt gimnazistákra gondolunk, csikket szedni, illetve lesznek olyan akciók, amelyeket a csoportban hirdetünk, és bárki jöhet a lakosságból. Úrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, nem áll rendelkezésre annyi emberi erőforrás, amely a megyeszékhely 42 négyzetkilométeres területén folyamatosan felszámolja az eldobott csikkeket. Azt gondolom, hogy segíteni kell a civil társadalmat abban, hogy utat találjanak minél szélesebb tömegekhez. Mert a szemléletformálás az tényleg nagyon fontos dolog, és ez ebben az esetben a szemételésben és a cikk eldobásban ez kortalan. Ez nem csak a piciknél kell elkezdeni, ez szerintem mindenkinek a közügye, és mindenkinek egy ilyen szocializációs ügye, hogy a szemetet azt mindig abba a helyre tárolják, vagy dobják el, ahová az igazából való. A tájékoztatón az is elhangzott, kevesen tudják, hogy a cigarettacsik eldobása szabálysértésnek számít, amely 5000-től 50 000 forintig terjedő helyszíni bírsággal büntethető. Abban az esetben, ha eljárás indul, akár 150 000 forintba is kerülhet egy csíkhajítás. A civilek szerint Nyíregyházán a busz, vasút és taxi állomások környéke, a kórház, valamint egyes irodák környezete a leginkább szennyezett terület, sok esetben pedig 1-2 méter választja el a dohányzót a kihelyezett kukáktól.
Győzelemmel tért haza Vácról a Várda Labdarúgó Akadémia U19-es csapata, és a megszerzett 3 ponttal át is vette a vezetést a tabellán Gerlicki Máté együttese. Az országos bajnokság alapcsoportjában 7 fordulót követően a várdaiak 1 ponttal vezetnek 3-15 pontos együttes előtt. Másodikként utaztak az Éllovas Vácshoz a kisvárdai fiatalok, és a mérkőzést követően helyet cseréltek a csapatok a tabellán. A Gerlicki Máté által irányított együttes egy vereség és egy döntetlen mellett 5. győzelmét szerezte, a Paks, az Újpest, a Békés Csaba és a Szeged után a váciak ellen is begyűjtötték a 3 pontot a várdaiak. A legmagasabb osztályban újoncnak számító akadémisták így 16 ponttal állnak az élen, megelőzve az egyaránt 15 pontos Vácot, Kecskemétet és Zalaegerszeget. Utánpótlás csapatnál az, hogy most 3. helyezést kell elérni, én így nem hiszem, hogy meg tudunk fogalmazni bármiféle célt. Ugye ez egy alapszakasz, amiből be lehet kerülni egy középső csoportba nekünk, hogyha az első 4-ben vagyunk. Ez egy szép cél lehet akár így a csapat előtt, hogyha csapatról beszélünk, de én azt mondom, hogy itt a klubnál én azt várom, hogy a srácok fejlődjenek, és elsődlegesen az a célunk, hogy minél több játékos tudjunk először ugye az MB3-as csapatba feladni, és hát az a végtermék, hogy a nagy csapat ebből tudjon profitálni, hogy a srácok fejlődnek, és tehetségesek, ügyesek, és kijön belül az, ami bennük van. 7 edzése van a legtöbb srácnak hetente, plusz a mérkőzés. A körülmények, hát azokat nem kell bemutatni. Aki volt már Kisvárdán, az szerintem száját tátja a körülmények láttán, úgyhogy minden lehetősége megvan az edzőistábnak is, a munkára, hát és a srácoknak is. Ez egy nagyon-nagyon jó klub és egy jó hely arra, hogy beváltsák az álmaikat. A csapatban több határon túli kárpát-aljai fiatal is játszik, és az edző szerint jó hatással vannak egymásra különböző környezetből érkező futballisták. Itt nagyjából fele-fele az aránya a mi csapatunknál is. Igen, kemények a srácok, de én azt szoktam mondani itt az eltelt 3 hónap tapasztalat alapján, hogy a magyar játékosok legalább annyira kemények lettek a kárpát-aljai srácok mellett, úgyhogy igen, ez abszolút ragadós ez a mentalitás. A várdaiak a hétvégén nem játszanak bajnoki meccset, legközelebb október 29-én Kecskeméten lép pályára Gerlicki Máté együttese. Jótékonysági futballtornát rendeznek szombaton a Nyíregyházi Városi Stadionban. A szervezők a bevételt a Beteg Gyermekekért Alapítvány javára ajánlják fel. Úgy, mint tavaly, az idén is október 23-án fogjuk megszervezni a Városi Stadion nagy műfüves pályáján. Jelenleg 20 csapat jelentkezett, ezt 4-5-ös csoportra fogjuk lebonyolítani a mérkőzéseket, játékidő 2x12 perc, pályaméret 45x25-ös, tehát a szokának megfelelően, illetve 4x2-es kapura fogjuk játszani a mérkőzéseket. Híradónk végén nézzük fő híreinket ismét néhány mondatban. Új padokat kapott, és az orgonája is megújult a vállai római katolikus templomnak az elmúlt években. A közel 50 millió forintos fejlesztés részeként a plébániát is felújították. Az átadóval egybekötött szerdai búcsún az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, Kárpát-medence szerte közel 2000 templom újul meg 26 milliárd forintból, szolgálva a helyi közösségeket. Logisztikai központot adtak át Szakolyban. A raktárépületben felajánlásokból összegyűjtött eszközök kapnak helyet, amelyeket a Szent Lukács görög katolikus szeretett szolgálat jótékony célokra fordít. Soltész Miklós államtitkár az ünnepélyes átadón kiemelte, az egyházak összefogásával minden eddiginél jelentősebb az országban a karitatív tevékenység. Társas házaknak kötelező, családi házak tulajdonosainak viszont kérni kell a kazánok és kémények ellenőrzését a katasztrófavédelemtől. Október 15-től elkezdődött a fűtési szezon, érdemes a beüzemelés előtt átvizsgáltatni szakemberrel a fűtési rendszert, mert a hibásan működő berendezések lakástüzet okozhatnak, vagy szénmonoxidot juttathatnak a lakótérbe, ami halálos lehet. Október 21-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, és péntek este is beszámolunk majd önöknek a megye legfontosabb történéseiről. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra!
Éjjel erősen felhős vagy borult lesz az ég, de hajnaltájt már az északi ország részben vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró. Kezdetben többfelé várható csapadék, majd egyre inkább csak délnyugaton, délen eshet. A minimum hőmérséklet általában 4 és 13 fok között alakul. Pénteken, északon, északkeleten változóan, másutt inkább erősen felhős vagy borult égre van kilátás. A nyugati-délnyugati szél csupán az északi megyékben élénkül meg, ott egy-egy erős lökés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 18 fok között várható.